2015. december 18-án tartották a hagyományos évzáró intézményi vacsorát Szadán, a Székely Bertalan általános iskola tornatermében. Az ünnepi műsor a Lisznyai Szabó Gábor zeneiskola növendékeinek produkcióival indult. Udvard Gizella és tanítványai ajándékműsorukkal meghitt karácsonyváró hangulatot teremtettek a rendezvényen. Oroszi Sándor Szada nagyközség polgármestere ünnepi beszédében köszöntötte a megjelent vendégeket és értékelte az elmúlt esztendő eredményeit. Kiemelte, a településen olyan közösség él, amely minden munkában képes összefogni, és ezen összefogás révén hatékonyan segíti a nagyközséget a kitűzött célok elérésében. Hozzátette azt is, hogy a sikerekhez a korábbi vezetés támogatása ugyancsak jelentősen hozzájárult. 2015-ben olyan projekteket tudtunk átadni, ami Szada nagyközségnek, de személy szerint itt mindannyiunknak, azt hiszem, hogy örömet okozott. 2015 egy olyan eredményes év volt, amit azért nem csak ennek a januártól számítunk, hanem becsülettel meg kell, hogy mondjam, az előző ciklus pozitív eredményeit hoztuk részben át, és az előző ciklus polgármesterének és képviselőtestületének is köszönettel tartozunk, mert ha nem tudtuk volna ezt a folyamatot így áthozni és továbbvinni, akkor kevesebb eredményről lehetne itt beszámolni. Tehát ez az egyik alapja. A másik, ezeknek a munkáknak egy olyan lendületet adott a jó példa, tehát a jó példát követni kell. És ez a jó példa olyan lendületet adott, hogy szinte mondhatnám, hogy megállás nélkül tudtunk produkálni. Késztetett bennünket az előttünk lévő év. Akartuk, tovább akartunk lépni, be akartuk bizonyítani, hogy igenis, ebbe a közösségbe erő van, be tudtuk bizonyítani, én bízok benne, mindenki úgy érzi, hogy ez a közösség produkált, pozitív dolgokat tett le. És itt ezek a pozitív dolgok gazdaságilag is hoztak egy olyan eredményt, hogy a pénzügyi évet úgy tudtuk zárni, tudtunk jutalmat osztani. Hát sajnos az iskola az már nem tartozik hozzánk, oda mi nem tudtunk jutalmat adni, de az összes többi intézményünknél a bérmaradványt nem vett el az önkormányzat, nem használta föl másra, hanem megbecsülve a munkatársait jutalmat adott. A rendezvényen Oroszi Sándor az önkormányzat nevében ajándékcsomaggal, valamint Varga Kálmán frissen megjelent Szadai Kúriák és Villák című kötetének tiszteletpéldányával ajándékozta meg Vécsei László országgyűlési képviselőt, a nagyközség díszpolgárait, bizottsági tagjait, intézményvezetőit, egészségügyi dolgozóit, körzeti megbízottját, a polgárőrség vezetőjét, és a település más fontos közéleti személyiségeit, segítőit, egész éves értékes és lelkiismeretes munkájukért. Az ünnepi évzáró vacsorán valamennyi szadai intézmény képviseltette magát, összesen mintegy 150 fő vett részt az eseményen. Részt vett a Szadai Általános Iskola, aki a Székely Bertalan nevet viseli, ugyanígy a Székely Bertalan nevet viselő óvoda, ugye két nagy óvodánk van, a felső és az alsó. Az alsó az, ami múlt év november 1-én került átadásra. Hál' Istennek nagyon
szép számú gyermekkel dicsekedhetünk. Föl van töltve mind a két óvodai létszámunk. A tavalyi évben átadtuk az új háromcsoportos intézményt, ahol óvoda bölcsődei csoport működik. Ebben az évben nagyon nagy sikere volt ennek a csoportnak, és már egy éven túl vagyunk, ezért úgy érezzük, hogy ez egy nagyon jó választása volt az önkormányzatnak, hogy pályázott új óvodára, mert ez létszükség volt. Teljes létszámmal üzemelünk, 217 gyerekünk van a 9 csoportban, tehát a lenti csoportok is teljes létszámmal üzemelnek. Ezen kívül a fenti óvodában megvalósult a hintásudvar, aminek nagyon örülnek a gyerekek, már birtokba is vették az ősz folyamán. A lenti intézményben pedig egy sószoba került kialakításra. Nagyon szeretnek a gyerekekkel bejárni az óvónénik, itt kisebb mesét, foglalkozást sokat tartanak a lenti sószobában. Minden évben részt veszünk a Pest megye által megrendezett néptánc találkozón. Idén Zsámbokon voltunk, ahol nagyon nagy sikerrel szerepeltek a Katica csoportos óvodásaink. Az önkormányzat az anyagi dologgal segíti az intézményünk működését, hogy minél magasabb szintű pedagógiai munkát végezzenek a kolléganőim, tehát ők a biztos anyagi háttér számunkra. Ezen kívül a szülői munkaközösségnek, a szülőknek is nagy szerepe van, hogy ilyen szép, rendezett óvodába járunk, nagyon sokat segítenek, társadalmi munka, jótékonysági rendezvény és egyéb megmozduláson részt vesznek, anyagilag is segítik az intézményt, ezen kívül nagyon-nagyon sok munkával. A Székely Bertalan általános iskola tanulói 2015-ben rengeteg házi, területi, megyei és országos versenyen szerepeltek eredményesen. A diákok mellett az intézmény pedagógusai előtt is jelentős megmérettetések sorakoznak. Rendkívül izgalmas évet zárhatunk, azt gondolom. A legnagyobb szakmai kihívást most talán minden pedagógusnak a pedagógus minősítések, illetve a közeledő tanfelügyeletek jelentik. Hát ebben igyekszünk most helyt állni. Több kollégám is érintett ebben a dologban, úgyhogy mindent megteszünk, hogy sikeres minősítéseket és tanfelügyeleteket tudjanak maguk mögött. Bár az intézmény szakmai irányítását a Klebersberg intézmény fenntartó központ látja el, az iskola működtetését és fejlesztését továbbra is Szada Nagyközség önkormányzata végzi. Mint az előző években is, így az idei évben is az önkormányzat rendkívüli módon támogatja az iskolát. Ez megmutatkozik az elmúlt hetek, hónapoknak a történéseiben is, hiszen egy gyönyörű műfőes pálya épült a régi sportpályánknak a területén, illetve egy energetikai pályázaton nyertesként szerepel az önkormányzat, Szada Nagyközség önkormányzata, és hát gyönyörű lesz kívülről az épületünk, szigeteléssel, színezéssel, gyönyörű díszítéssel rendelkezik majd az épület, és ezt köszönjük az önkormányzatnak. A jó hangulatú rendezvényen Szada oktatási intézményei mellett a Szociális Alapszolgáltató Központ, a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, a Védőnői Szolgálat, a Fogorvosi és Házi Orvosi Szolgálatok, illetve az önkormányzat képviselőtestülete és dolgozó kollektívája is képviseltette magát. A technikai személyzettől kezdve végig az összes szakterület itt volt. 150 főre hirdettük meg ezt az évzáró vacsorát, hogy mindenkinek kellő tisztelettel meg tudjuk köszönni az éves munkáját. Ha azt látom, hogy az oktatási, a kulturális és a projektek megvalósításában ez a közösség együtt mellettünk van, akkor nyugodt vagyok, akkor ez eredményes, akkor ez célra vezető. És arról beszéltem, hogy ez a 2015-ös év, ez ezekbe a projektekbe mind benne volt, megvalósult a közösség összefogása révén.